Március 27-én aztán elkészült a vizsgálóbizottság jelentése, amely megerősítette ugyan a sajtó által feltárt furcsaságokat, de a plagizálás következményeiről nem tartalmazott kézzelfogható információkat. A jelentés megerősíti, hogy Schmidt Pál dolgozatának 17 oldala teljesen megegyezik Klaus Heinemann munkájával, 180 oldal pedig részleges azonosságot mutat Nikolaj Georgiev írásával. Következtetésként viszont azt vonták le, hogy a dolgozat hiányosságokkal ugyan, de formailag megfelelt a testnevelési főiskola akkori gyakorlatának. A jelentés kétértelműségét az érintett nyilatkozata támasztotta alá. Schmidt Pál a szöuli nukleáris bizottsági csúcson azt mondta, egyfajta elégtétel számára a bizottság döntése, bár az egy kicsit rosszul esett neki, hogy őt nem illette meg az ártatlanság vélelme. Hozzátette, természetesen nem mond le. Pillanatig nem gondoltam, hogy lemondok. Nem azért választottak a köztársaság elnökének, meg 20 évvel ezelőtt milyen kis doktori dolgozatot írtam, valószínű más egyéb kvalitások miatt. Arról nem beszélt az államfő, hogy milyen kvalitásai emelték a köztársasági elnöki pozícióba, de a Semmelweis Egyetem doktori tanácsa is megerősítette, hogy nem a tudomány terén alkotott munkássága. A grémium ugyanis 16-2 arányban döntött úgy, hogy el kell venni Schmidt Pál doktori fokozatát. Az egyetem szenátusa kora este hozta meg a végső döntést. 33-4 arányban visszavonta Schmidt Pál doktori fokozatát. Na, akkor mondok egy friss hírt, mert mi folyamatosan beszélgetünk, de azért a hírek is jönnek hozzám, nem vagyunk elvágva a külvilágtól. Hát ugye Kecskeméten volt a miniszterelnök, mindenki megpróbálta megszólaltatni, meg mindenkit a kormányból. Learatta a győzelmet, Bács-Kiskun megyei, annak idején. Ez egy másik. Bács-Kiskun megyei online munkatársa sikerrel járt, és feltette azt az egy kérdést, hogy mi a véleménye a köztársasági elnök körüli ügyről, le kellene mondani Schmidt Pálnak, és ezt válaszolta Orbán Viktor, nézze, már a negyedik köztársasági elnökkel dolgozom együtt. A magyar alaptörvény szerint a köztársasági elnök személyes sérthetetlen, én pedig ehhez tartom magam. Akkor ez most? Megpróbálnak úgy csinálni, mintha áthárítható lenne az egész Schmidt Pálra, hogy majd ő magától lemond-e vagy sem. Én szerintem ezt nem ő fogja magáról eldönteni. Tehát ez megint a Süket Duma tipikus esete. Tehát amikor megkerülöm a problémát és másról beszélek. Hát azért 2 éve edzettek vagyunk Orbán Viktor rejtvényfejtésben, tehát mindig is ezt csinálja, ha valamire egyenesen kéne válaszolni, hogy másról beszél. Most is másról beszélt. De az, hogy a személyes szent és sérthetetlen... De nem ezt kérdezték nem tőle. Nem ezt kérdezték. Most egyébként kinél van a labda? Tehát mi lehet innentől kezdve a forgatókönyv? Hát Schmidt Pál előtt 2 út van. Vagy lemond, vagy nem mond le. Őt ezt majd megmondják neki most, hogy így megjön, hogy érdekes lesz majd, amikor a... Már ilyen utasoktól nyilván nem szokták kérni a dokumentumokat, csak úgy belegondoltam magam ebbe a szerepbe, hogy ottan megjön a repülőtéren, és ellenőrzik az utasokat, és ott lesz majd ez a doktor Schmidt Pál dokumentum, hogy akkor szól neki az első ilyen határőr, vagy mik vannak ott, hogy hát ez most akkor már idejét mond dokumentum. Igen. Szóval nem akarom én ezt elmarháskodni. Biztos, hogy megvan a forgatókönyv arra, hogy ki lesz helyette köztársasági elnök, és hogy mikor. De azért ebből az amatőr válságkezelésből... Ön maga fog lemondani, ön szerint? Majd megmondják neki, tehát ezt ő még szerintem nem tudja. Uh-huh. Hogy akkora lesz az önállósága, mint eddigi minden döntésében köztársasági elnök korában. Szóval, ha abból indulok ki, hogy hogy viselték ezt az egész konfliktus január, február, márciusban, akkor nem sok jóra számítok, mert miért pont most térnének észhez, és most lenne lehetőség valami méltó válaszra. Én azt hiszem, hogy ebből már jó sehogyan nem lehet kijönni, mert bármilyen döntést hoznak, lemondatják, találnak helyette sokkal nagyobb presztízsű embert, minden. Ezt a 3 hónapot már nem lehet semmisé tenni. Ezt a fajta süketelést, ezt a fajta szíjártóféle nyegleséget, hogy bulvárkacsákkal nem foglalkozunk, még minden, ezt a nyilvánvaló letagadását a valóságnak, és helyette pimaszkodni egy egész országgal, ezt már a Fidesz nem fogja tudni kivakarni, akárhogy is oldják meg ezt a válságot. Tehát engem nem is annyira az érdekel, hogy most akkor konkrétan hogyan játsszák le, mert valahogy lejátsszák végül, és ez a munkájuk majd megoldják. De
A Fidesz szerintem még nincs tudatában annak, de az értelmisége már igen. És a Mandinertől leheti válaszig ezért volt érdemes figyelni az elmúlt néhány napok reakciót. Az értelmiségi háttere már tudja, hogy egyszer s mindenkorra elvesztette a Fidesz a morális prédikálásra való eddig kizárólagosan megformált, eddig is mondjuk egyoldalúan állították föl maguknak ezt a pulpitust, ahonnan morális prédikációkra, a komcsizásra, meg az ellenfeleiknek a megbélyegzésére, minden, innentől kezdve vége van. Ezt nem fogta még föl szerintem sem Kövér László, sem Orbán Viktor, sem az a néhány ember, aki esetleg még tudna az önkérdésére válaszolni, hogy nem olyan sokan lehetnek ezek, talán hárman, négyen, aki tudja választ, de azt még szerintem nem tudják, hogy kicsúszott ez a morális talaj ezzel az ügyintézéssel, ahogy viszonyultak hozzá, amilyen cinikusan, pofátlanul viselkedtek a közélemény előtt, ahogy a saját táborukkal is eljátszották ezt, hogy olyan kényszer lojalitásba húzták be minden érintett szereplőket, amivel megalázták mindegyiküket. Szerintem ezt még nem gondolták végig, hogy vége a morális képzelt fensőbbségnek, innentől kezdve nagyon meg kell dolgozni azért, hogy bárki elhiggye egyetlen szavukat, és ez nagyon súlyos, mert végül is azokról van szó, akiknek kormányozni kell az országot még legalább 2 évig. És azért az bocsássa meg, Schmidt Pál már tudja. Már tudja? Igen. A frankfurti repülőtér... tud. Hát ez jó hír, már érdemes, hogy bejönnöm. A frankfurti repülőtér VIP-váróban kapta a hírt az államfő, a Semmelweis Egyetem szenátusának döntéséről, a híradó.hu adott egyébként erről hírt. A hírcentrum tudósítója interjút kért a köztársasági elnöktől, de ön nem nyilatkozott. Hivatalának képviselői pedig azt mondták, előbb szeretnék megismerni az egyetem döntésének indoklását, utána tájékoztatják majd a sajtót. Hát az indoklásban... Fordulhat bírósághoz is még, hogy a bohózatot teljesen akarják tenni. Ugye azt vázolta fel az előbb, hogy ennek milyen íve volt, és hogy ez mit okoz és okozhat a Fidesznek, és mit okozhat a kormánynak. Hát azért a bizottság, a tegnap nyilvánosságra került bizottsági jelentés, hát egy nagyon remek, már idézőjelbe tett, kibúvót hagyott ebből a történetből. Ezzel lehet kommunikációs szempontból operálni, hogy mi erkölcsi magaslaton ezt nem hagyjuk, és arra kérjük, hogy mondjon le, de egyébként meg ártatlan, mert hogy nem tudta, hogy ez a szabályzat, hiszen erről szólt a bizottsági megállapítás. Lehet rá hivatkozni. Maga szerint ki az, aki ezt ebben az országban sokan, még elhiszi? Sokan. Igen? Sokan. Hát, akkor lehet, hogy én egy nagy tahó vagyok, hogy ennyire nem fogom föl, hogy milyen országban élek. Ezt mondja még ha egyszer. Még ezek után nagyon nagy tahó vagyok, ha feltételezem azt, hogy még ezek után akad józan ítélő képességű ember, aki ilyen nyilvánvalóan átlátszó, önbecsapó, pofátlan és magának hazudó magyarázatokat egy másodperc is komolyan tud venni. Ezt egy bizottság írta le. Hát, tehát igen, nem egy szóvivő mondta, nem egy sajtómunkás találta ki hirtelenjére. Na és akkor ezután a mai szenátusi szavazás után hogy lehet viszonyulni ehhez a bizottsági véleményhez? Hogy fogják összeegyeztetni ezt? Szóval ebből nem lehet jól kijönni. Azt nem vonom kétségbe, hogyha elindulok az ön kérdése logikáján, hogy még ez is kevés lesz Orbán Viktornak arra, hogy ráébredjen, hogy nem lehet egy országgal úgy bánni, hogy én valamit kitalálok, aztán majd jöttök mindannyian utána, majd találjátok ki, hogy én mire gondoltam, mi meg itt 10 millió birka baktatunk utána, bégetünk, hogy Viktor erre gondoltál, be, aztán röhög rajtunk, hogy nem erre gondoltunk, és akkor mégis tovább bégetünk, szóval nem megy ez. Nem ennek itt most... Ezen a ponton lett vége ennek a bégetésnek? Igen. Azt gondolom, hogy ennek sokkal súlyosabb politikai és morális következményei lesznek, mint amit a mai Fidesz gondol. Ezért kezdtem itt az elején azzal, hogy ez a Fidesz korszak tocsiköge. Ahogy annak idején nem fogták föl, hogy mit jelent, mire fölfogták és mire elkezdtek dönteni, borítani, addigra meg már rájuk omlott az egész. Kísértetesen ugyanazt a dramaturgiát látom. És akkor ez a hatalomban levőknek a csapdája. Ha valaki a hatalomban létet arra használ föl, hogy körülszigeteli magát és megóvja magát egészségesen a valóságtól, az mindig így jár.
A valóság egyszer csak. Igen, teljesen mindegy, hogy jobboldali, vagy baloldali, vagy liberális, vagy fundamentalista, vagy kommunista, vagy nemzeti, vagy patrióta, teljesen mindegy, hogy mit gondol magáról, ha a magatartása az, hogy nem veszek tudomást a valóságról, valóság előbb-utóbb bejön abban a miniszterelnöki szobába, és jó fejbe vágja, aztán lehet ébredezni majd. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Mindjárt folytatjuk, maradjanak velünk a reklám után, és itt lesz Mesterházi Attila, Karácsony Gergely és Gerő András.